Hát most aztán jó meleg van, itt is 32-3 fok van, az Alföldön inkább 37-38 fok, és ez egy árnyékban mért hőmérséklet. Itt múlt szombaton volt utoljára csapadék, azóta kiszáradt. Ahol nincs múlcsozva a talaj, tényleg porszáraz lett, és jó kemény, teljesen kiszáradt. Ahol egy minimális takarás van, ott már jobb a helyzet. Ide csak kartonpapírt tettem le, és ugye 8 napja nincs csapadék, de ezt fölhajtom, alatta nedves a talaj, na ott egy tücsök koma. És látszik, hogy itt mellette, a csontszáraz mellett, csak azért, mert kartonpapírra volt takarva, még mindig őrzi a nedvességet. De hát a legjobb, hogyha ágdaralékkal, szerves anyaggal is van múlcsozva a terület, hát ez a legjobb. Javítja is a talajt, hűti is. És hát tényleg jó, nedves, nyírkos. Úgyhogy itt vagyok tőle, a csontszáraz forró talajtól 20 centire, és ennyit számít a takarás. Tehát azért mondom, hogy enélkül egyszerűen nem lehet már kertészkedni. Ugye itt van az új ágyás rész, és itt is a múlt szombati eső, egyébként pont a kertlátogatás alatt volt a legnagyobb eső. Azóta itt nem lett öntözve, de a vastag takarásnak köszönhetően öntözésmentesen és tökéletesen el vannak az évelők, hűti a talajt, a mulcs árnyékolja, nem engedi gyomosodni, és ha leesett esőt, nem engedni a nap által és a szél által kiszárítani, kifújni belőle. És hát itt a sok-sok méhecske, pillangó, poszméh, és itt szépen jól érzik magukat a növények. Enélkül már ilyen melegben nem lehet kertészkedni, vagy hát állandóan locsolni kellene, de hát az meg nem egészen ökotudatos, meg rengeteg időt elvesz. Egy hete, 8 napja nem volt eső, és tökéletesen el vannak a frissen ültetett növények is. Csak hát ez kell, hogy jó vastagon itt legyen ez a ágdalálék. És itt alatta már látszik is, ugye ez nagyjából 2 hónapja van itt. Itt már feketedik. Kezd elbomlani, és tiszta, nedves, vizes. Míg ahol süti a nap, és nincs ez a 8-10 centi vastag ágdarálék, fölforrósodik, kiszárad, pusztul a talajélet, és szenvednek a növények. Itt pedig egészségesek és szépek.